Cselekvési tervet kell kidolgozni a kormánynak a koronavírus delta variánsának féken tartása érdekében. Ezt Raluca Turcan, a munkaügyi miniszter nyilatkozta szebeni sajtótájékoztatóján. Fokozott fertőzési kockázatot jelent a koronavírus indiai variánsa, az úgynevezett delta vírus törzs terjedése Romániában, hívta fel a figyelmet a munkaügyi tárca vezetője. Raluca Turcan szerint emiatt rendkívül fontos, hogy már most elkezdjék kidolgozni a cselekvési tervet szeptemberre, amikor a vakációnak vége is megkezdődik az iskola. Mint fogalmazott, a delta változattal nem lehet viccelni. A kormány számára kiemelt prioritás a lakosság beoltása még akkor is, ha éppen a szabadságok és vakáció időszaka van. El kell érnünk az oltással a legtávolabb eső településekre, a hátrányos helyzetben élő közösségekhez, és azokra a helyekre is, ahol sokan találkoznak egymással, hiszen tudjuk, hogy a szabadságok és a vakáció miatt egyre több személy lép egymással kapcsolatba. Hozzátette, a koronavírus delta variánsa ellen is az egyetlen hatékony fegyver az oltás, ellenkező esetben szeptemberben súlyos gondokat okozhat a fertőzések számának növekedése. Az Európai Gyógyszerügynökség múlt héten jelentette be, hogy a koronavírus delta változata ellen a jelek szerint véd az Európai Unióban eddig engedélyezett COVID-19 elleni vakcinák két adagja, valamint a Johnson & Johnson oltóanyagának egyetlen adagja. Egyébként a Pfizer-BioNTech bejelentette, hogy kifejlesztette az új oltást a koronavírus variánsai ellen, és a következőkben tesztelni fogják annak hatékonyságát. A vakcinát Mainzban gyártották, a tesztelése várhatóan már augusztusban elkezdődik.